Az átlátszó pert indít, hogy kiderüljön, mennyit veszi Magyarország az orosz gázt. 2021 őszén a magyar és az orosz fél aláírta a 15 évre szóló hosszú távú gázveserlési szerződést. Ennek kapcsán Orbán Viktor azt nyilatkozta, hogy ha van orosz gáz, akkor van olcsó ellátás a magyar családoknak, és van rezsicsökkentés. Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés. Azért perelünk a szerződésekért, hogy kiderüljön az igazság. Két opció van, és a kormány számára mind a kettő rendkívül kínos. Az egyik lehetőség az, hogy Orbán Viktor igazat mondott, és tényleg nagyon olcsón kapjuk az orosz gázt. Ebben az esetben viszont az a kérdés, hogy akkor a családoknak, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak miért kell érte sokszoros árat fizetni. A másik verzió még rosszabb, még kínosabb Orbán Viktornak. Ha az derül ki, hogy hazudott, és mégsem olcsó, hanem drágen kapjuk az orosz gázt.